Dr. Barta Csabával, a Loki sportigazgatójával beszélgetünk. Ugye tegnap a Győr és az Alegerszeg megkezdte a szereplését a nemzetközi kupában. Mindkét csapat mondta, hogy nem volt túl gördülékeny a két csapat közötti kommunikáció, ugye egymás segítése. Debrecenben Csaba, hogy haladtuk az ilyen jellegű feltérképezéssel? Szeretném gratulálni az Alegerszegnek, mint pedig a Győr labdarúgó csapatának, szakmai vezetőknek, illetve a játékosoknak, hogy azt gondolom, hogy idegenbe döntetlen elérni a mai labdarúgásban, azt gondolom, hogy egy nagy teljesítmény, ráadásul a Győr ugye egy gólt is tudott szerezni, ami szerintem a továbbjutást megkönnyítheti nekik. Remélem, hogy hazai pályán jól szerepelnek és továbbjutnak mindkét magyar csapat a Európa Ligában. Nekünk ilyen gondunk, hál' Istennek nincsen, a Levadia Tallinnal tavaly játszottunk bajnokok ligája selejtezőt a kvalifikáció harmadik körében, akkor is nagyon remek házigazdák voltak, azt gondolom, hogy mi is megfelelőképpen fogadtuk őket. Igyekszünk minél több információt beszerezni a csapatról, így az NB2-es csapat vezetőedzője Kondás Emér ma elutazott Tallinnba és megtekinti a helyszínen a mérkőzést. Igyekszünk DVD-ket beszerezni róluk, ugye tudjuk azt, hogy néhány poszton kicserődött a játékos keretük. Nem akarok előzetesen szakmai értékelésen, az én tisztem, hogy ebbe bocsátkozzak, a lehető legtöbb információt meg fogjuk szerezni róluk. Egyébként a utazásnak, a csapatnak a megszervezése folyamatosan zajlik, a szállodát, illetve a repülőt folyamatosan intézzük, úgyhogy azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Gondolom elfogadnátok egy olyan szereplés, mint tavaly, hogy csoportkörben szerepel. Új játékosok beépüléséről van-e információd? Még korai, mert ezen a héten igazoltunk, hogy három játékos. A héten természetesen már a csapattal edzettek, hétvégén holnapban edzőmérkőzést játszunk, úgyhogy azt gondolom, utána már dolgosabbak leszünk már.